Leginkább a diák munka esett vissza az elmúlt évben ennél a munkaerő közvetítő cégnél, de ennek ellenére a nehezebb helyzetekre is mindig találtak megoldást. Egy év tapasztalatából már rutinosabban ugrottunk neki a következő lezárásnak, tehát senkinek sem volt újdonság, hogy otthonról kell dolgozni, otthonról kell végezni a munkát. Mi pozitívan éltük meg, tehát akkora nehézségeket persze okozott, de pozitívan tudtunk kijönni ebből a helyzetből. A legnagyobb visszaesést ott a diák munkában tapasztaltuk, tehát kölcsönzésben, közvetítésben a többi üzletágunk, hála Istennek, jól működött, viszont a diák munka az nagyban visszaesett, és a nyugdíjas foglalkoztatás is. Tehát a nyugdíjasokat, azt, ahogy már pár hónapja volt egy interjút említettem, tehát féltik a családtagjék, ők annyira nem mertek dolgozni, illetve hol lehetett, ott leépítették ugye a kölcsönzött állományt a biztonság érdekében. Április 7-től kinyithattak az elmúlt egy hónapban zárva tartott üzletek, és újraindulhattak a szolgáltatások, miután Magyarországon a beoltottak száma elérte a 2,5 milliót. Várhatóan a következő hetekben, és főleg már nyár elején nagy szükség lesz a diákmunkára. Ennek még nagyon az elején vagyunk. Én úgy gondolom, hogy nálunk ugye a diákmunkára a legjellemzőbb, a legjobb időszak az a nyári időszak. Tehát ennek a felfutása az júniustól kezdődik, és tart augusztus 20-áig, akkor jön a legtöbb munkavállaló, akkor szeretnének dolgozni, illetve a megrendeléseink is ekkor növekednek meg annyira, hogy ez a csúcsidőszakunk. Ennek a hatásait még annyira nem érzékeljük. Tehát most kezdjük el felkeresni ugye mi is a meglévő partnereinket, hogy mire számítanak a nyáron, illetve azokat a helyeket, ahol mondjuk a vendéglátás, turizmus, velük folyamatos kapcsolatban vagyunk. Tehát az, hogy ki fog kinyitni mondjuk a hétvégén vagy jövő héten, ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Hogy mennek vissza a munkavállalóik, tudják-e pótolni, hányan fognak beülni a teraszra, ez még mind-mind nyitott kérdés. Az elmúlt időszakban a megkereshető pénzekben jelentős változások nincsenek, és továbbra is legnagyobb létszámban a betanított munkára van igénye a cégeknek. Azt tudom mondani, hogy itt Győrben az átlag, tehát a minimálbér az most bruttó 963 forint, a garantált bérminimum az bruttó 1259 forint lett ebben az évben. Én azt tudom mondani, hogy Győrben az átlag órabér az olyan bruttó 1200 forint van. Van, ami fölött van, van, ami ez alatt, de átlagban ez a bruttó 1200, ami általános itt nálunk, tehát kb. Ennyiért tudunk munkákat ajánlani. Mindenki, aki felmegy a diák honlapunkra, tud ezután érdeklődni, látnak, kín vannak az órabérek, tehát ez nem titkos, hogyha valaki érdeklődik, akkor ha többet akar keresni, valószínűleg arra a munkára fog jelentkezni, hát majd meglátjuk, hogy hol, mennyire, mekkora igények lesznek így a jövőben. A kirendeltségvezető bízik abban, hogy május végén már hasonlóan, mint a pandémia előtt a diákok sokféle munkák közül válogathatnak majd.